Na hát, szeretettel köszöntök mindenkit. Én alapvetően szervezetfejlesztésből élek, és nem gazdálkodásból. Majd ezt is meglátják, hogy ez hogy jön mégis egy gazdasághoz. És mi szervezetfejlesztők azt szoktuk mondani, hogy ebéd után előadást tartani az egyfajta kegyetlenség. Én most elkövetem ezt a kegyetlenséget. Azt nem tudom, hogy mennyire leszek érdekes, de azt is szoktuk mondani, amikor a tréningen ott körbeülnek az emberek, hogy bizonyos dolgok alfa szinten is bemennek, úgyhogy ha valaki elbóbiskol, csak nyugodtan tegye, tehát hogy ez egy ilyen lehetőség. Tehát Vágvölgyi Gusztáv vagyok, és két szervezetet is felírtam magamhoz, az Inspiráció Egyesületet előre, és második helyre a Poján Egyesületet. Mind a kettő civil kezdeményezés. És azért írtam az inspirációt előre, mert ebből élek meg elsősorban. Tehát én tegnap is szervezetfejlesztési napot tartottam, és közösségi vállalkozást fejlesztettem. Tehát ez a fő tevékenységem, hogy próbálok közösségi vállalkozásokat segíteni, hogy még jobbak legyenek, és az a megélhetés, ami abban a közösségi vállalkozásban benne van, az meg is valósuljon. Tehát, hogy ezek vállalkozások is legyenek, és közösségiek is. Na és ezért először erről beszélnék. Ezt az egy szöveges diát hoztam, így csak hogy még az alvás előtt így. Közösségi vállalkozásokról szoktam előadást tartani, mondjuk órában, másfél órában, most egy diába próbáltam összesűríteni a dolgot, hogy egyáltalán mi az, tehát hogyha a Poján Egyesület közösségi vállalkozás, akkor mi mit gondolunk arról, hogy mi a közösségi vállalkozás. Ez erről szól ez a dia. És nagyon fontos az, hogy a közösségi vállalkozás az egy olyan vállalkozás, ami a társadalomnak a hasznára jön létre, és nem az egyéni haszon érdekében. De nagyon fontos jellemzője az is, hogy akik benne dolgoznak, azok megélnek belőle. Aztán ilyenkor mindig elkezdik nekem mondani, hogy na de hát ugyanez van egy vállalkozásban is. Na ezt most nem állok neki, mert ebből lenne a másfél óra, hogy én ezt így össze is rakjam. De ami a lényeg, hogy nagyon fontos, hogy a küldetésébe ezeknek a szervezeteknek benne van az, hogy elsősorban a közösség hasznát nézik, és csak másodszorban az egyén hasznát. Tehát ez a közösségi vállalkozásnak az alapja. Ezért elég gyakran civil szervezeti formába valósulnak meg, de ez nem törvényszerű. Tehát én láttam már KFT-t is közösségi vállalkozásként, és láttam több céget, aki e felé törekszik. Tehát nem a szervezeti forma határozza meg, hanem az a küldetés tudat, amit ő megvalósít ebben. Tehát akár egy internet szolgáltató cég is lehet közösségi vállalkozás, és nem csak egy gazdaság. Ami nagyon fontos a második pontban van, hogy a közösségi vállalkozás az integrálja a vállalkozás hatékonyságát a közösségi minőséggel. Nekem szervezetfejlesztőként az a tapasztalatom, hogy minden az emberi viszonyokon bukik, vagy éppen lesz sikeres. Tehát mindennek az az alapja, hogy azok, akik ott összefognak, abban az adott vállalkozásban, vagy civil szervezetben, vagy bárhol, közösségben, a kérdés az, hogy milyen emberi viszonyokat tudnak egymással kialakítani. Ezért én hiszek abba, hogy attól lesznek jobbak a közösségi vállalkozások, hogy maga a közösségi minőség az egy plusz dimenziót ad hozzá ehhez az együttműködéshez, ehhez az emberi együttműködéshez. Tehát erre szokták azt mondani, de hát ha barátok vagyunk, akkor ott rosszabbul fog menni a vállalkozás. Én ennek a fordítottjába hiszek, hogy attól fog jól menni a vállalkozás, hogy olyanok az emberi kapcsolatok abban a rendszerben. Ami még talán így említésre említendő, hogy... tehát ennek ellenére a közösségi vállalkozások a megélhetésről szólnak. Én abban hiszek, hogy a megélhetési kényszer tud közösségeket létrehozni. Nem az eszmék, nem az ideológiák, hanem a megélhetési kényszer hozza létre a közösségeket. Ha kivesszük a megélhetést a közösségekből, tehát hogy mondjuk kulturális, ilyen klubszerű együttműködés, akkor ez a... hát vagy elmegyek, vagy nem megyek el. Ha nem megyek el, akkor sincs semmi, mert hát végül is máshonnan van a megélhetésem. Én hiszek abban, hogy az emberek
azért fognak elmenni mondjuk egy ilyen közösségbe, mert tudják azt, hogy ennek tétje van. Ha tétje van, akkor el fogok menni. Azért fogok közösséget vállalni, mert az én megélhetésem múlik ezen a dolgon. Én ezért gondolom azt, hogy maga a megélhetésnek központba állítása, az a közösségi minőséget segíti. Na hát most így volt, ez volt a rövidített változata a közösségi vállalkozásról szóló történetnek, és hát én úgy gondoltam, hogy ha én közösségi vállalkozás fejlesztéssel foglalkozok, akkor magam is csinálja a közösségi vállalkozást. Ilyen az Inspiráció Egyesület is, de nem azt hoztam most ide, hanem a Koszes Anyi kérésére a Poján Gazdaságot. Ez egy másik közösségi, ebbe a két közösségi vállalkozásban vagyok benne. Többet nem bírnák el, tehát hogy ez az én kapacitásomnak a határai. És akkor egy kis Poján történelem, hogy is jött létre a Poján Gazdaság, mint közösségi vállalkozás. Voltak civil kezdeményezések, ugye ezt Sanyi is mondta, az egyik volt a Bokartis KHT, a Bodrog közben tájgazdálkodási programon dolgoztunk. 10 éven keresztül dolgoztunk ezen a tájgazdálkodási programon. Azt szerettük volna elérni, hogy a Bodrog közben egy vízvisszatartásra alapozott tájgazdálkodási program valósul meg, mert hittünk abba, hogy amikor 3 folyó ölel körbe bennünket, akkor ott érdemes vízvisszatartásos gazdálkodásban gondolkozni. De nem találtuk meg azt a gazdát, aki szintén hitt volna ebbe. De 10 év alatt nem sikerült. Ezért a Bokartis KHT már nem létezik. Viszont nagyjából így a vége felé egyszer csak megjelent egy fiatal ember az egyik konferenciánkon, aki ott legalul volt, ő Miklós Rudolf, és ő azt mondta, hogy hát ő viszont tájgazdálkodni szeretne, neki ez a vágya. Ő jelenleg is gazdálkodik, de hát ez nem a Bodrog közben van ez a gazdaság, ez Mikóházán van. És akkor azt mondtuk, hogy jó, csomagolunk a Bodrog közbe, és megyünk fel Mikóházára. És ez így is történt, elindult a kis bokartiszos csapatnak a magja, és mai napig is fenn Mikóházán gazdálkodunk, és természetesen a két másik civil szervezet, ugye az Inspirációt már említettem, én mai napig is, mint inspiráció segítem a Poján Gazdaságot, de a Poján Gazdaságnak van még 2 meghatározó tagja, a Cselószki Tamás és a I.S. Tímea, I.S. Tímea a pénzügyesünk, a Cselószki Tamás, ő a projektvezetője általában minden projektünknek, ők az Emisszió Természet és Környezetvédelmi Egyesületnek a tagjai. Erre majd még vissza fogok térni erre a dologra, mert ez az egyik fő üzenete annak, hogy ha jó fenntarthatósági, közösségi kezdeményezéseket akarunk ma létrehozni, akkor nem elég a gazdaság részét, vagy a gazdálkodás részét, nem elég a technológiai részét megteremteni, hanem meg kell teremteni azt is, hogy egy nagyon leromlott társadalmi és természeti tőke szinten, hogy honnan tudunk, miből tudunk gazdálkodni. Tehát szükség van egy menedzsment csapatra. Tehát erre majd még visszatérek. Bemutatnám akkor a gazdaságot, hogy milyen gazdaság a Poján Gazdaság. A Poján Gazdaság állattartással foglalkozik, Mikóházán nagyobb részt bérelt földeken, de azért a gazdának ugye volt egy olyan 20-30 hektárnyi saját területe is. Ami nagyon fontos, hogy a gazda betette az összes magán vagyonát a közösségi vagyonba. Tehát jelenleg az egyesület gazdálkodik, tehát az a döntés született, hogy az egyesület az, aki a gazdálkodást végzi. És van egy megegyezés, és akkor itt már akkor a menedzsment csapatot egyből érintem. Most egy kicsit közelebb megyek, akkor nem tudok a mikrofonba beszélni. De ami a lényeg, hogy ezt a képet azért szeretem, hogy egy kicsit talán homályos. Itt éppen a fagyűjtés volt, valamilyen karámot készítettünk éppen, és ahhoz volt. Az Alatnai Laci barátom éppen pálinkát töltözget a kocsi tetején, mert hogy ő a mi nagy teoretikusunk, és mindig körülöttünk van az inspirációval is, hogy együtt dolgozom. De amit szeretem, ő a Cselószki Tamás, a Cseló, ő meg a Bence gazda, aki bár igaz, hogy nincs közöttünk, de ami ez a képet
jól mutatja, az maga az az együttműködés, amit mi az elejétől kialakítottunk. Tehát az együttműködésünknek az a lényege, hogy városi emberek, akik jól értenek a menedzsment dolgokhoz, és falusi emberek, akik jól értenek a gazdálkodáshoz, összefognak, és csinálnak egy olyan gazdaságot, ami természettel együttműködő, ami közösségi, és ami még, amiből meg is lehet élni. Tehát ez a küldetés ennek a gazdaságnak. És én hiszek abba, hogy ez egy jó modell. Most már több mint 5 éve dolgozgatunk ezen, és ez egy jól működő modell. Erre amúgy érdekes példa, múlt héten futottam össze Zaja Peti barátommal, ha valakinek mond valamit a neve, Visnye Széplak jelenleg egy élőfalu kezdeményezés, ő egy meghatározó tagja ennek az élőfalu kezdeményezésnek, amúgy 2 borzderese van, majd a borzderesekkel mindjárt találkozunk, és azt mondja, hogy képzeld el, Pablo, kellene fejleszteni az iskolát, van egy kis iskolájuk, de nincs rá pénz, de már évek óta nincs rá pénz, pedig egyre többen vannak, 140 fős élőfalu jelenleg Visnye Széplak. Tehát nagyon nagy dolog, hogy idáig eljutottak. Nem tudjuk fejleszteni ezt az iskolát. Beadtunk 3 pályázatot. Az egyiket próbáltuk egy profi pályázatíróval. A másikat helyben az egyik, aki azt mondta, hogy hát valamennyire ért hozzá. A harmadikat megpróbáltam én összebarkácsolni. Mind a 3 elutasították formai okok miatt. Tehát már még a tartalmi bírálatra se jutottak be. Azt mondta, 3-ból 0. Ez a mi eredményünk. És azt mondja, hogy segítsünk már, ugye ő tudja, hogy mi segítjük a Poján gazdaságot, hogy nekik is segítsünk. Hát mondom, Atya is, tehát hol vagytok ki valahol ott a Somogy határán, ott lent a Balaton alatt? Tehát hogy tudnánk mi segíteni nektek innen? Tehát hogy ahhoz azért időnként le kell menni az embernek, a szívének, a lelkének ott kell lennie. Tehát hogy az nem úgy megy, hogy én, mint a pályázatírók, hogy pénzért elvállalom, és akkor megy a dolog. Tehát nem, ez nem erről szól. De hogy ilyen nagy szükség lett van erre, a város és a falu együttműködésére. Én azt gondolom, hogy a Poján ezért lehet egy jó minta, azon túl, hogy persze van sok olyan dolog benne, ami még izgalmas. Tehát állattartással foglalkozik a gazdaság, középen a juhászatunknak a központja látszik. Ugye, hogy lehet olcsón építeni házat a Zemplénbe? Úgyhogy megvesszük Erdélybe így kompletten, és ez egy teherautón érkezett be, ott lebontották, itt felállították, így lehetett viszonylag olcsón egy egész jó kis házat összeállítani. Ez egy fa szerkezetű ház amúgy, tehát hogy eznek is megvan a maga érdekessége. Jelenleg teljesen megújul energiákkal működik, de jelenleg nem működik, mert hogy nincs juhászunk. Ugye ez megint a társadalmi tőkéről szól. Tehát ott vagyunk, körülvesz minket a falu, és nem találunk egy olyan embert, aki egy 100 fős, mert a cigálya juhaink körülbelül olyan 100 körül vannak most, egy ilyen 60-70 anyajúval működik a juhászatunk, de jelenleg nincs juhász. És ez szomorú. Volt több próbálkozás, ezt ugye hosszan el tudnám mondani, de a lényeg az, hogy az emberek nem azért munkanélküliek ma, mert nincs munka, nem, azért, mert nem szeretnek dolgozni. Legalábbis én ezt tapasztaltam ott. És én azt gondolom, hogy persze nem, ez nem mindenkire igaz, de sajnos nekünk volt ilyen, elég sok ilyen tapasztalatunk. Pedig nem nehéz munka amúgy, tehát ennek megvan, egy egész jó tartási mód van, jelenleg a Rudi gazda ellátja maga, tehát felszaladgál a juhokhoz. De nem olyan nagyon nehéz munkáról lenne szó, és egy viszonylag jó megélhetést is tudott volna biztosítani. Mindegy, ez is egy közösségi vállalkozási kérdés, hogy összehoztunk konstrukciókat, és bizonyos dolgok nem működtek. Tehát ez tanulás, tanuljuk, hogy valami működik, valami nem működik. De ami a jelenleg a gazdaságnak talán a fő büszkesége, azon túl, hogy minden van, mint egy gazdaságban, a lovaktól a libákon, meg a tyúkokon, meg stb. Keresztül sok minden, az jobb oldalt az a kis tehénke, ő a kárpáti borzeres szarvasmarha. Ő úgy került hozzánk, hogy megnéztük, hogy Mikóházán nekünk nagyobb részt, vagy egy jelentős részt hegyi legelőink vannak, és a hegyi legelő nem túl gazdag legelő. És akkor azt mondtuk, hogy hát mindenképp szeretnénk tehenet, de hát akkor milyen tehén, ami egy ilyen sovány legelőn is megél? Tessék?
Na és az volt megnéztük a Mikóházi monográfiát, és akkor kiderült, hogy még a 50-es években is Kárpáti Borzderes volt a legtöbb ott Mikóházán. Hát akkor mi Kárpáti Borzderes hozunk. Kiszaladtunk, megvettünk 10-et Erdélybe, mert hogy az kiderült, hogy már Magyarországon nem lehet venni. És akkor ott örültünk neki, gyönyörködtünk, hogy legelnek a legelőn, és akkor utána akartunk anyatehén támogatást igényelni, és kiderült, hogy Magyarországon ez az őshonos szarvasmarhafajta nem elismert. Tehát jelenleg nem lehet anyatehén támogatást igényelni rá. Ez akkor volt. Ebből az következett, hogy hát milyen kis meggondolt vállalkozók vagyunk, még a támogatást se kapjuk, tehát még az se, amit egy normál gazdaságban azért megkapnak az emberek. Ez is talán lehet, hogy az ilyen civil kezdeményezésekre jellemző, hogy sok a lelkesedés, és időnként nem ez a nagy meggondoltság van. De hát tanulunk, tehát tanuljuk ezt a közösségi vállalkozást, és hát természetesen neki láttunk ennek a történetnek, és azóta ugye indítottunk egy kutatási programot, mert hogy Magyarországon úgy lehet őshonos szarvasmarhafajta újra elismert, hogyha ezt valamilyen kutató intézet ezt bizonyítja. Ezért összefogtunk a Debreceni Egyetemmel, és most harmadik éve zajlik a kutatási program, és az lenne a cél, reményeink szerint 2 év múlva már eljutunk ide, hogy ez a szarvasmarha fajta végre Magyarországon is elismert fajta. Jelenleg már regisztrált, ez fontos, ezért az anyatehén támogatást már igénybe lehet venni, 33-as a fajta kódja, és Magyarországon összesen 3 bikavérvonal van, ez mind a 3 az egyesületnek a tulajdonában van, tehát nincs több jelenleg, tehát hivatalos bikavérvonal, pontosabban ebből 2 a hivatalos, mert az egyiknek most folyik a regisztrálása. Ő lesz amúgy a Porika bika, ennek csak azért van jelentősége a Porika bikának, mert ő lesz az első országos bika, ugyanis ő a spermabankba fog termelni. Mert hogy egyre több helyen vannak kárpáti borzderesek, hála az égnek, bár még így is anyatehén számban nem értük el még az ilyen 60-80-nál járhat Magyarországon körülbelül a teheneknek, tehát a tenyész állatoknak a száma. És ehhez viszont már azért kellett, hogy legyen egy olyan bika, aki az egész országnak teljesít. Na és ami a lényeg, hogy elindítottuk a kutatási programot, nagyon sok időt és energiát raktunk bele, eddig is sok millió forintot költöttünk csak a genetikai kutatás részére, és most újra számoltuk, hogy az elkövetkező 2 évben mennyibe fog kerülni nekünk még, most 20 millióba fog kerülni maga a genetikai kutatás része. Na most ezt azt gondolom, hogy egy gazdaság ezt nem tudja kitermelni, tehát hogy ez így teljesen egyértelmű. Tehát itt azon a csapaton múlik a sorsa ennek a borzderesnek, akik, ez a 3, én, meg az előbb említett 2 ember, aki folyamatosan forrásokat teremt ezekre a célokra is. De meg tudjuk teremteni, tehát úgy néz ki, hogy még ez a 20 millió is már megvan, tehát már most jelenleg a rendelkezésünkre áll. Tehát, hogy igenis lehet ezt okosan, ügyesen, előre haladva menni ebben a dologban. Azért a fajtáról is egy rövidet, ugye Rudi ott tartja a rudat, lehet látni, hogy milyen kis testű fajta ma. Európának az egyik legkisebb testű fajtája a kárpáti borzderes. Ennek ellenére nagyon jó a termetéhez képest, nagyon jó, mind tejre, mind húsra, tehát ő kettős hasznosítású fajta. De ez azt jelenti, hogy semmiből sincs túl sok, tehát hogy ő nem egy Holstein Fries, viszont koncentrált tejű fajtának számít, tehát mint koncentrált tejű fajta, nagyon jó a tej minősége. Ezt ugye laborvizsgálattól is alá tudjuk támasztani, de ettől sokkal jobb, hogy milyen finom a sajtja, vagy milyen finom a túró. Na, már erre fogok mutatni csak képeket, mert hogy ugye a kóstolót azt nem tudtam ide elhozni. Hát el tudtam volna hozni, ha ez lett volna a megrendelés, de a megrendelés csak előadás volt. Úgyhogy... De ami a lényeg, hogy egyre inkább látjuk azt, tehát mind a húsát tekintve, tehát készítünk kolbászt belőle, az tudom, hogy nem túl vidám, amikor így látjuk ezeket a szép bocikat, de hát ugye egy gazdaságban azért van egyfajta menete a dolgoknak.
És mangalica borzeres korbász készül, és legalábbis a visszajelzések azt mutatják, hogy nagyon jó. Tehát a húsa is egy kevésbé intenzív marha ízű, és hamarabb megsül, nagyon jó pecsenye hús van belőle, ezt mondják, akik így sütögetik. És majd ott a gasztronómiai napránál még megemlítem a dolgot. Ami a lényeg, hogy azért is tettem be azt a bal alsó képet, mert nagyon jól látszik az, hogy ugye a ridegtartást is mennyire jól bírják. Tehát ők télen is kint vannak. Tehát ők nekik nem szeretnek bent lenni. Mi megcsináltuk, van féltető, ahova be tudnak húzódni, de nem szeretnek bemenni a féltető alá. Ők a ridegtartásban egy nagyon jó fajta. És ami az érdekes, hogy egy veszélyeztetett fajtáról van szó. Miért? Mert hogy mind Erdélyben, mind Kárpátalján ugye az intenzív fajtákkal bekeverték. Tehát már az eredeti kárpáti borzderes nagyon-nagyon kevés helyen lehet megtalálni. Miért lehet még megtalálni? Mert vannak olyan területek, ahol nem tudják megfizetni az inszeminálást. Ezekben az eldugott kis falvakban még mindig bikával oldják meg a dolgot. Ahova az inszeminátor megy, kint Erdélyben csak ennyit kérdez, tejre vagy húsra? Tehát mit tegyen be? És akkor ott eldönti a tulaj, és akkor az lesz belőle. Nem foglalkoznak azzal, hogy borzderes, ezért maga a borzderes fajta lényegében tényleg már az utolsó pillanatban van, és ezen dolgozunk, hogy ez ne így legyen, tehát, mert látjuk az értékeit. Erről még lehet, hogy tudnánk többet is beszélni. Néhány szót az eredményekről. Voltunk az Omikon, ja, és a harmadik hasznosítása, hogy a kárpáti borzderes az a fajta, ami megszokta azt, hogy ő tehénként is fogadba fogható és igáztatható. Tehát ugye neki megvan ez a harmadik haszna is, és ezt Erdélyben mind a mai napig ezekben a falvakban, ahol nem telik az inszeminálásra, ott még mindig használják. Tehát hogy ő a munkaerő is ebbe a tekintetbe. És mi is vettünk olyan teheneket, akik igáztatva voltak. Tehát nekünk olyan nagyon nem is kellett tanítani ezeket a teheneket, ők szépen húzzák a szekeret. Jelenleg még nem fogtuk munkára őket, de fogjuk fogni. Tehát hogy terve van véve, hogy munkára fogjuk. Ugye elismerte az Omék is a tenyésztési munkánkat, ugye 2013-ban a Magyar Föld Legjava első díjat kaptuk. Meglepett minket is, mert magát a támogatottságot azért nem nagyon érezzük ebbe. Most volt egy rendezvényünk, egy gasztronómiai rendezvény, ez lesz a következő kép. Egy ilyen kárpáti borzeres gasztronómiai rendezvény, ott volt a Vidékfejlesztési Minisztérium, összeszámolták az összes támogatást, amit kaptunk eddig tőlük, ez 4 millió forint volt. Ez volt a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatása. Az Ökotárs Alapítványtól már több mint 25 milliót kaptunk támogatásként. Na, így néz ki a magán támogatás mondjuk az állami támogatáshoz képest. Ezt csak azért látni kell, hogy én azt gondolom, hogy... Na mindegy, ez már politika, nem megyek bele. Igen. De az eredmények között, és ezt azért raktam be, ez most volt, mondom, vagy két hete ez a gasztronómiai nap. És miért csináltunk gasztronómiai napot? Felvittük, kifejezetten a médiának szántuk ezt a gasztronómiai napot. A cél az volt, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha ezt az állatot nem mentjük meg, akkor ebből senki nem fog enni. És ezt az üzenetet vittük fel. Kóstoljátok meg, milyen finom. De ma Magyarországon körülbelül olyan 100-150 ember lehet az a kiváltságos, aki ma kárpáti borzderes termékekből ehet. Nem, nincs több. Tehát nincs több állat, nincs több termék jelenleg kárpáti borzderesből. De kóstoljátok meg, milyen finom, és igen, hívtunk mesterszakácsot, és ennek az alkalomnak az volt az érdekessége, hogy egy gyors kérdés. Fent voltunk Budapesten, gasztronómiai nap, média rendezvény, így nagyjából lehet látni a léptékét is, tehát ilyen hosszú asztalok, elég sokan voltak. Mennyibe kerül szerintetek egy ilyen rendezvény? Tehát mennyiből lehet kihozni? 500 000. Még? 5? 5 millió? Aha. Na hát mi ezt a rendezvényt 200 000 forintból hoztuk ki, ezt a rendezvényt. Miért? Mert a barátok összefogtak.
direkt raktam be, ott van felül a jobb felső sarokban, ott van Rudi, ugye a Rudi gazda, jobbról a második. Balra tőle Szilas barátja, jobbra tőle a Kövér Zsolti barátja, és ott van a Morovszki család két tagja. Mindannyian ott az Zemplén annak a kis csücskébe iskolatársak voltak, az egyikből pék lett, a másikból cukrász, a harmadikból gazda, a negyedikből borász. És hogy képesek összefogni egy ilyen rendezvényre, nekünk nem került semmibe, ami az asztalon van. Se a bor, se semmi. Azért, mert azt mondták, hogy van egy ügy, itt van a Rudi barátunknak az ügye, és mi ezt szívesen támogatjuk. És hogy nekiálltak, és az volt a döbbenet benne, hogy hetekig készültek erre a rendezvényre, és össze, a négy család összeült, és túrósütit készítettek, borzderes túró, tehát természetesen borzderes túróból. És akkor azt mondta nekem a Kövér Zsolti, sok díjat nyert cukrász, azt mondta nekem a Kövér Zsolti, hogy Pablo, ha nem jöttünk volna fel, nekünk már ez bőven megérte. Tehát annyira jó volt az, hogy újra együtt, közösen csinálnak valamit, és itt jön tényleg ez a közösség ereje, hogy mindenki ezt hangsúlyozza, hogy tényleg 200 000 forintból meg lehet Budapesten csinálni az A38-as hajón egy olyan rendezvényt, aminek valóban van sajtóvízhangja, és az ügyet szolgálja, mert hogy ez a lényeg ennek a történetnek. És azért megemlíteném, hogy a mester szakácsunk, Mátyás Rudolf, aki most itt áll, ő aki imádja az ételeket, Mátyás Rudolf, ő odajött hozzánk egy Böllér fesztiválon, és kért egy kis lábszárat, mert hogy ő nagyon szereti. És akkor mi kérdeztük tőle, hogy mi adunk lábszárat, de eljönne. És akkor azt mondta, hogy hát eljönne. És azt mondta, mivel ő nyugdíjas ember, ő azt mondta, hogy ő ezért nem kér semmit. És akkor ideadta a kis cetlin, hogy Mátyás Rudolf mester szakács, ez egy telefonszám. Hazamentem, vagy 3 hét múlva beütöm az internetre, nézem, Mátyás Rudolf, olimpiai bajnok, világbajnok, Oscar-díjas mester szakács. 3 egyedi világbajnok mesterszakás van ma Magyarországon, ő az egyik. És ő azt mondta, hogy eljön ingyen nekünk, és megfőzi azt a pörköltet, ami egy lábszár pörkölt, itt mögötte, a lábszár pörkölt. Hát, ne tudják meg, hogy milyen finom volt. Én pedig nem nagyon vagyok pörköltes, de először az volt, hogy 3 szemet kivettem, hát azért csak megkóstolom, egy mesterszakács készíti, megkóstolom. De ez olyan finom volt, hogy így visszasompolyogtam, és körülbelül ugyanezt az adagot én is azért így betermeltem magamnak. Tehát, hogy tényleg olyan dolgokat lehetett előállítani ugye ebből a kárpáti borzderesből. Ugye egyedül a Szilas mondta azt, amikor bemutattuk az összes terméket, tényleg a sajtoktól. A kenyér például a borzderesnek a savújából készült. Tehát, hogy borzderes savúból készültek a kenyérek. Ugye itt a kenyérlágos, itt a sajt. Ez például a tavaszi bikatöke. Ez is az egyik specialitás a Rudi bácsinak, aki szépen elkészítette ezt a tavaszi bikatökét. Nagyon nagy sikere volt, én nem ettem belőle, nem jutott egyszerűen. A nők meg akarták kóstolni, ezt nem tudom, hogy van-e valami üzenete, de hogy ez történt. Na és ami a lényeg, hogy amikor odaértünk a Szilashoz, azt mondta a Szilas, ugye ő a borász, azt mondta, hogy bort nem lehet borzderesből készíteni. De benne van a nevébe. Úgyhogy végül is még így is benne volt ez a dolog. Az egésznek ez az üzenete, hogyha ugye egy csapat egy ügy mentén összefog, és az fontosnak tartja, akkor nagyon-nagyon sok mindent meg lehet pénz nélkül is csinálni, de nem igaz az, hogy lehet pénz nélkül gazdálkodni. Tehát ez a gazdaság nem pénz nélkül gazdálkodik. Miért nem lehet? Miért kell pályázati forrásokat? Mert nagyon sokszor van az kemény elhatározás. Gazdálkodok, nem foglalkozok pályázatokkal. Miért kell mégis pályázati forrásokat bevonni? Én úgy látom, hogy be kell vonni. Azért, mert olyan az alacsony a társadalmi és a természeti tőke. A természeti tőke az azt jelenti, hogy én nekem a legelőmnek az állapota. De olyan alacsony szinten van, hogy ha én ezt nem tudok pénzt befektetni abba, hogy felemeljem a tőkét, akkor nincs mivel gazdálkodnom. Nem tudok mivel gazdálkodni. Márpedig a gazdálkodásban benne van, hogy valamivel mégiscsak kellene.
És ezt tényleg el tudnám mondani az 5 év tapasztalatát, hogy mennyire nem, tehát az a társadalmi tőke, hogy én nem találok egy juhászt. Tehát erről szól a társadalmi tőke, hogy ha elakad a traktor, akkor nem találok segítséget, aki kihúzza. És akkor menjek én Nyíregyházáról traktort kihúzni? Ez körülbelül, nem tudom, 120 kilométer. Tehát, hogy ez nem egy egyszerű történet. Én hiszek abba, hogy okosan, ügyesen a pályázatok segítségével igenis lehet mind a kettőt, mind a természeti, mind a társadalmi, ugye a természeti tőkét a könnyebb, a társadalmi tőkét a nehezebb emelni. De még így is el tudnám mondani, nagyon sok mindent tettünk ennek érdekében, hogy beszélgettünk az emberekkel, baromfit osztottunk, több ezer napos baromfit osztottunk ki ingyen a faluba, azért, hogy az emberek újra foglalkozzanak a háztáival. Mert hogy hiszünk abba, hogy a megélhetésen keresztül ők is elkezdenek kapcsolódni. És valóban, tehát, hogy ebben is azért haladgatunk egy kicsit. Na hát, és az utolsó üzenetünk, ami most a fő szlogen, hogy tehenet újra a háztáiba. Jelenleg kidolgoztuk, tehát ez a gazdaság nem bír el nagy állományt. Tehát mi most csökkentjük az állományt, most először volt 40, most már 25-nél járunk, egészen 8-9 tehénig fogunk, 8 tehénig fogunk lemenni. Viszont az állományunk nem csökkent, mert kihelyezzük az állományt, méghozzá ingyen. Tehát jelenleg ingyen adjuk a teheneket, vemhes teheneket adunk, és ugye csak az üszőborjakat kérjük vissza, tehát a rendszernek az a lényege, hogy újra ki lehessen helyezni ezeket az állatokat. És ugye a húshaszon, tehát a bika és a teljes tejhaszon a háztáiba marad. De ezt jelenleg csak a hegy közben tudjuk megtenni, és másrészt meg ott a szatmári részen. Tehát ez az a két terület, ahol ezt meg tudjuk tenni. Tehát, hogy ez most nem a reklámhelye volt ilyen szempontból. De hiszünk abban, hogy igenis a háztáiba való ez a fajta, és úgy tűnik, hogy a visszajelzések ott jobbra az Aja Peti barátom, Visnye Széplakon, a visszajelzések is azt mutatják, hogy az emberek életét két tehénke átrendezi. Újra fel kell kelni reggel, van értelme felkelni reggel, és öröm kimenni ahhoz az állathoz, még hogyha tiszta jég, ugye most pont ugye náluk volt egy hatalmas jég, azt mondta Peti, hogy alig tudok kimenni fejni, ugye telefonban így mondta nekem, de hogy ő is ezt mondja, hogy megváltozik az életminősége az embernek. Pedig ő gyümölcsészettel foglalkozik, tehát hogy megvolt azért már ott is ennek a dolog. De azt mondta, hogy teljesen átrendezte. A vajat azt mondta, alig tud enni, vagy túrót, mert hogy a környékről szétkapkodják. Tehát hogy annyira kell az embereknek ezek a tejtermékek. És hogy ugye a másik képet azért raktam oda, az meg Rudinak a lánya, a Vircsi, hogy tényleg a gyerekek is meg tudnak fejni egy ilyen állatot. Tehát, hogy ez egy ilyen kis termetű, szelíd, ő például Másenka, aki ott van, az egyik kedvencünk. Másenka, tehát ő az, amit biztos, hogy nyugodtak lehetünk, ő nem fogja megrúgni a Vircsit. Tehát, hogy ő egy ilyen fajta. Néhány elérhetőséget hoztam még. És ugye ezeken lehet tovább érdeklődni. A Facebook oldalunkon szinte majdnem napi szinten lehet látni, hogyha születik egy borjú, akkor fenn van általában. Másnap már ott szokott lenni. Úgyhogy közösen lehet örülni ennek a dolognak. Amúgy nagyon praktikus oldala ennek az, hogy ez elsősorban nekünk kerül fel, mivel mi Nyíregyházán dolgozunk, ezért az, hogy megszületik egy borjú, ezt mi a Facebookon keresztül tudjuk meg elsősorban. És az ezen kívül aztán más is megnézheti, de nekünk fontos látni ugye azokat a pillanatokat, ahol nem lehetünk ott. És azért tettem oda a kosárt is, a nyíregyházi kosárt is, hogy a Poján gazdaság elvileg tagja a kosárnak. Gyakorlatilag azért nem, mert jelenleg ugye a jogszabályi keretek között túl messze vagyunk ahhoz, hogy tudjunk forgalmazni. Tehát, hogy ez egy ilyen érdekes dolog. Tehát kistermelő körülmények között nem lehet. De ezt is majd megoldjuk, tehát, hogy ezen vagyunk. És ennyit szerettem volna elmondani.